Szeptember 10. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Miután Krisztus felment a mennybe, követőiben ott maradt jelenlétének érzete. Szeretettel és világossággal teljes, személyes jelenlét volt ez. Jézus a megváltó, aki együtt járt, beszélgetett és imádkozott velük, aki oly gyakran öntött reményt és vigasztalást szívükbe, felvitetett tőlük a mennybe a béke üzenetével ajkán, amely ott visszhangzott fülükben azután is, hogy körbefogta őt az angyal seregek felhője. Íme én ti veletek vagyok a világ végezetéig. Jézus az ő földi, emberi alakjában ment föl a mennybe. Tanítványai tudták, hogy úgy áll Isten trónja előtt, mint barátjuk és megváltójuk, aki változatlan együttérzéssel viseltetik irántuk, aki továbbra is egynek tekinti és érzi magát a szenvedő emberiséggel. Tudták, hogy saját kiontott drága vérének az érdemére hivatkozik Isten előtt, megsebzett kezei és lábai bizonságára. Így emlékeztet az árra, amelyet fizetett megváltásunkért. Tudták, hogy azért ment föl a mennybe, hogy helyet készítsen nékik, és ismét vissza fog térni, hogy magához vegye őket. Amikor Jézus mennybe menetele után újból találkoztak egymással, forron vágyakoztak arra, hogy kéréseiket Krisztus nevében tárják az Atya elé. Ünnepélyes tisztelettel hajtottak fejet. Mind feljebb és feljebb emelték hitük karját, e hatalmas érvre támaszkodva. Krisztus az, aki meghalt, sőt, fel is támadott, aki Isten jobbján van, és aki esedezik is érettünk. És a pünkösd napja elhozta nekik a vigasztaló jelenlétét, akiről Krisztus ezt mondta: ő bennetek marad. Továbbá jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, a vigasztaló nem fog eljönni hozzátok. De ha elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Ettől kezdve Krisztus állandóan övéi szívébe lakozott a lélek által. Követői most még szorosabb egységbe kerültek vele, mint amikor személyesen közöttük volt. A bennük lakozó Krisztus világossága, szeretete és hatalma áradt ki belőlük, úgyhogy akik látták őket, csodálkoztak, és meg is ismerték őket, hogy Jézussal voltak. Krisztus ma is az akar lenni követői számára, aki egykor volt tanítványai számára. Ezt mondta utolsó imádságában, amikor még csak egy kicsin tanítványi csoport vette körül: nem csupán ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem.